170 kilométeres túra önmagunkért, valamint Illés Fanni aranyérmes paralimpikonért. Itt van már a stúdióban, a Napindító Pluszban az ötletgazda Csiki Marjan, illetve a szóvivő Váci Virág. Szervusztok, öreget kívánok! Maga az ötlet honnan jött, és mit is takar, mert hogy tulajdonképpen Krükszigetén egy kvázi El Camino, egy zarándoklatról van szó. Így van. Én olvastam arról, hogy több országnak és több helyen is van Camino, és engem nagyon hívott maga a sziget, maga a tenger, hogy a tenger mellett gyalogolhatok 7 napon keresztül, és engem ez invitált, és ez hívott nagyon, hogy egy szigeten zarándok utat végigjárni, és majd a végén pedig áldást kapni egy Szent Ferenc által létrehozott kolostorban. Engem ez motivált elsősorban, és utána pedig az, hogy ezt nem akarom egyedül, hanem sokan együtt nők, és valami plusz célért. Ez lett Illés Fanni. Igen. Ugye Marianról azt kell tudni, hogy ő itt Magyarországon a gyermekjoga oktatóknak az oktatója, tehát a mesterünk tulajdonképpen, ő így szerénykedve ezt sosem említi meg, de ezt azért tudni kell, hogy több száz joga oktatót képzett már ki a gyermekjoga módszertanára, és mi hát nagy szeretettel követjük őt, amikor ilyen ötletei vannak, hogy nem akartok velem gyalogolni 170 kilométer? Hát dehogy nem, hát nincs is jobb dolgunk. És akkor elmentünk vele, és készültünk erre, egyébként hónapok óta készültünk erre az egész zarándoklatra, mentálisan is, meg úgy fizikailag is, meg szervezkedtünk, meg minden, és nem is sokkal előtte, talán néhány, egy-két héttel a zarándoklat előtt úgy hozta az élet, hogy egy kedves közös ismerősünk, egy operatőr barátunk éppen a Fanniról forgat egy portréfilmet, és nagyon sokat beszélgettünk a Fanniról, és akkor fogalmazódott meg a Marianban, hogy hát milyen csodálatos a Fanni maga, hogy mi mindent létrehozott, de ezt majd mondja elő, hogy hogyan kapcsolta össze a Caminókat a Fannival. Igen, mivel a zarándokút egy gyaloglás, ugyan benne van a kiskönyvben, hogy lehet lóval vagy biciklivel is ki lehet választani és x-elni, hogy mivel zarándokolunk, de mivel egy gyaloglás, ugye engem az fogott meg, hogy ő ugye lábak nélkül született, és hogy én szeretném a lábaimat az ő szolgálatába adni, és hogy őt támogassuk. Engem nagyon megérintett az, amikor a kedves ismerősünk, a Bor Péter mesélt arról, hogy milyen sok bántást kap a Fanni, főleg azóta, amióta édesanyja lett és gyermeket szült. És ugye mivel az én szívemben a gyermekjuga van és a gyerekek, ezért nagyon megérintett, hogy ő vállalta az anyasságot, amellett, hogy ő sportoló. És hát, mint egy anya tigris oroszlán, azt éreztem, hogy mellé kell állni, emellé a nő mellé, sok nőnek, hogy érezze, hogy arra kell fókuszálni és figyelni, hogy fontos nekünk, és tiszteljük azt, hogy merte vállalni az anyasságát. Úgyhogy bennünk ez volt, hogy minden nap tudja, hogy érte gyalogolunk, és hogy szeretjük, és hogy fontos nekünk, hogy ő jól legyen. Hogyan lehet akár konkrétan is támogatni Fannit, mert hogy erre is van lehetőség, ezen túlmenően van, természetesen. Egyrészt ez egy ilyen lelki, egy ilyen szeretett támogatás az irányában, másrészt meg anyagi támogatás. Gondoltuk, hogy összekötjük akkor ezt egy ilyen anyagi segítségnyújtással. A Fanninak van egy alapítvány, Arany Pillangó Alapítvány, ez az alapítványnak a neve, és mi azt találtuk ki, hogy eladjuk a lépéseinket. Minden lépésünk 50 forintba kerül, lehet, hogy egy kicsit alulárasztuk egyébként. Úgyhogy tessék megvenni a lépéseinket, és akkor egy kávé áráért tulajdonképpen, ha megvesz valaki tőlünk 100 lépést, akkor egy kávé áráért, vagy 200 lépést, vagy még többet, akkor a Fannit lehet támogatni. Nem mi gyűjtjük a pénzt, nem mi szedjük a pénzt, hanem minden posztunkban és minden felületen azt kérjük, hogy a Fanni alapítványának utaljon át bárki annyit, amennyit gondol, hogy a mi napi 35 ezer lépésünkből valamennyit megvásárolna, az neki nagyon nagy segítség, mert nehéz neki egy ilyen olimpiai felkészülés, tehát alapvetően egy olimpiai felkészülés egy sportolónak iszonyú nagy energia, mindenféle szempontból befektetés is, neki paralimpikonként, anyaként pedig még nehezebb, és jól jön neki minden támogatás. Neki is volt egy Camino útlevele, amelybe belekerültek a pecsétek. Igen, ugye minden állomáson, ahol pecsételni lehetett, a Marian, illetve mikor kihozta magával az ő útlevelét, és akkor minden állomást bepecsételtünk, neki is ki van töltve, és a végén ő is megkapta az oklevelet. Azért egy ilyen alkalom azon túlmenően, hogy tényleg egy fantasztikus történet, és hogy így még lehet segíteni Illés Fannit is, az embernek is, hogy egyrészt csapatban, csoporttal teszi ezt meg egyfajta önmagában nézés is, egy lelki gyakorlat, meg az, hogy kibírja a végig, tudja csinálni, szóval, hogy önmagának is azért ugye benne volt, hogy önmagunkért is csináljuk ezt, ezen túlmenően, vagy emellett, azért ez egy nagyon nagy dolog, és azért aki ezt teljesíti, azutána mondhatja, hogy ezen végigmentem, és azért megtalált önmagában még valami pluszt is, amit esetleg addig nem talált.
Igen, hatalmas felismerések történtek mindenkiben egyesével, azon túl is, hogy csoportban mentünk, mert volt, hogy nagy beszélgetések voltak a röhögéstől a sírásig. Mondta az én férjem, hogy ne aggódjunk, a viperák nem fognak minket megtalálni, mert olyan hangos lesz a 18 nő, ahogy megy. Hát volt, amikor síricsetbe mentünk, és mindenki a maga gondolataival, vagy a könnyeivel volt, vagy éppen a fájdalmát uralta. Úgyhogy csoportban voltunk, de mégis egyedül, és ehhez rettentő sokat hozzátett az, hogy a levegőn a természetben sokan ülnek több órát számítógép előtt, és az, hogy hol egy tölgyesben, hol egy fenyvesben, hol egy tengerparton, hol egy hatalmas fennsíkon sétáltunk a keselyük között, és hol bárányok mászkáltak mellettünk, hol tényleg gyönyörű virágzó terület volt, egyszerűen megmozgatta teljesen az eddigi életünket. Szóval tényleg hálásak vagyunk igazából a családunknak is, hogy mindenki elengedte, úgymond a feleségét, az anyukáját, eljöhettünk, és vállalták a férjek otthon a mindennapokat, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt így együtt lenni. Köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, szurkolunk mi is nagyon Fanninak is. Köszönjük. Köszönjük.